Most pedig egy másik témáról, levelet írt a kertészetek vasárnapi zárvatartása ellen az országgyűlési képviselőknek Megyeri Szabolcs kertész, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha jól értem az ön levelét, akkor azért ragadott tollat, mert a kertészeteket eddig mindenki kihagyta a számításból, amikor a vasárnapi zárvatartásról vitatkoztak. Semmilyen egyeztetés nem is volt a szakmával? Így van, és hát talán a legnagyobb probléma, hogy maguk a törvényhozók kihagyhatták. Tehát nem csak a törvényhozók, hanem mi azt tapasztaljuk, hogy maguk a kertészeti árudák is ezekben a napokban jönnek rá, hogy ez ugye őket is érint, és ami még izgalmasabb is ez, hogyha ezt ennyiben fogják hagyni, akkor nagyon sokan például a kertbarát vásárlók tavasszal fognak rájönni. Tehát például mondjuk a Facebookos kommentek alapján, vagy a hozzám eljutott e-mailek alapján, én azt látom, hogy a legtöbb ember el se tudja képzelni, mert mindenkinek a fejében az van, hogy hát kérem szépen itt a multikról van szó, a nagy áruházakat bezárják. Igen, mert ugye mindenki ezekről a kertészetekről azt gondolja, hogy ezek ilyen pici kis romantikus kis zöld élménypontok, és hát ezek miért tartoznának egy kalap alá mégis a nagy multi áruházakhoz. Igen, de hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kis zöld élménypontok, ezek a kis kertbarát vásárlóközpontok, ezek a kis kertészeti árudák, kis faiskolai lerakatok, ezek ugye ugyanúgy egyéni vállalkozásként, vagy betéti társaságként, vagy KFT-ként üzemelnek, függetlenül a méretüktől. És hát gondolom a méret sem kicsi, hiszen ahhoz, hogy valaki elhelyezzen például rengeteg növényt, ahhoz kell a terület. Persze, ugye sokan itt összekeverik a virágboltokkal, azt mondják, a virágboltok nyitva lehetnek, a virágboltok nem egyenlőek a kertészetekkel, illetve faiskolai lerakatokkal. Itt nem hogy 150 vagy 200 négyzetméter nagyobb területeknél nagyobb területekről van szó, hanem ezek többnyire 1000 és 2000 négyzetméter közötti területek. Gondolj mindenki csak arra, hogy a saját kis hétvégi telke, hogyha 2-300 négyzetméter, akkor ezeket a kerteket kiszolgáló árudák, azok bizony több ezer négyzetméteresek, tehát eleve ki se fognak tudni nyitni ezek a kertészeti árudák vasárnap. Ön azt írja, hogy a kertészetek teljesen más kalap alá tartoznak ön szerint, mint azok a hipermarketek és egyéb üzletek, amelyekkel kapcsolatban nem vitatja a vasárnapi bezárást. Ezt én nem mondtam, hogy nem vitatom. Én ő csak azt mondta, hogy nem akar politizálni, nem akar mással foglalkozni, csak konkrétan a kertészetek ügyében szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy itt egy teljesen más műfajról van szó, és más logika érvényesül ön szerint. Ebben csak annyi a helyzet, hogy hát én kertész vagyok, és nyilván én most a kertésztársam érdekében szólaltam fel. Azt azonban azért érdekes látni, hogy itt ugye, hogy a törvényalkotónak az volt a célja, hogy hát itt a vasárnapi pihenőidő, vagy egyáltalán pihenőidő, akkor hát van egy jó hírem, a kertészek azok szoktak pihenni, inkább január-február. Tehát, hogyha beszeretnénk zárni a kertészeti árudákat, akkor azt most január-februárban nyugodtan meg lehet tenni. Hiszen mert akkor amúgy is elmúgy is zárva vannak pontosan. Most aki kertésznek megy, mondok egy példát, aki mondjuk péknek megy, az pontosan tudja, hogy hajnalban föl kell kelni. Aki kertésznek megy, én kertésznek mentem, én el tudtam dönteni, hogy tavasszal a szezon, tehát itt igazából ugye nem hétköznapra és hétvégére oszlik ez a világ, hanem vegetációs időszakra, tavaszra, őszre, nyára és aztán télre. Tehát a sorrend az így van. Nyilvánvalóan tavasszal, de ezt a legtöbb ember végig tudja gondolni, amikor bemegy a kertészeti árudába, hogy a májusi vasárnapok, az áprilisi vasárnapok azok, amelyek a leginkább a legnagyobb forgalmak. És hogyha azt mondjuk, hogy hát ezentúl szombat este nem lehet moziba menni, akkor az emberek nem fognak csak azért, mert rájuk parancsolok majd hétfő délőtt moziba menni. Tehát azt mondja, hogy a vasárnapi kertészletben buklászás az olyan, mint a szombatesti mozi? Nem, én azt mondom, hogy ha betiltjuk a szombatesti mozit, akkor az, nem, tehát az, ami vasárnap kimarad majd forgalom, az egész egyszerűen a hét többi napján az nem fog majd pótolni. Mert az a legforgalmasabb napja. Pontosan, a tehát a hétvége. Tehát valamikor a hét elején indul el lentről, és akkor szombat-vasárnap tetőzik. Azt is írta, hogy zuhanó spirálba kerülhetnek az amúgy is rossz helyzetben lévő kertészetek, és katasztrofális hatásokat generálhat egy ilyen bezárás. Mire gondol pontosan? Igen, hát itt érdemes ketté bontani, tehát azoknak a kertészeteknek, amelyek mondjuk a fővárosban vannak, vagy az agglomerációban, vagy mondjuk nagy megyei városokban, és mondjuk jól megy a bolt, ott természetesen hát alkalmazottak lesznek elbocsátva, ez egészen biztos. Azok a vidéki kis kertészetek, amelyek a 2008-as válság után nem tudtak még talpra állni, sokan be is zártak, de sokan egészen egyszerűen tényleg maguk csak a tulajdonosok, vagy esetleg pár alkalmazott a kollégával dolgoznak, egészen biztos, hogy lesznek olyan kertészetek, ahol ez lesz az utolsó csepp a pohárba. Tehát lényegében, hogyha mondjuk, akkor nézzünk egy másik példát, hogyha Balatonon mondjuk betiltjuk, hogy nem tudom, hogy vasárnap nem lehet fagyit árulni, akkor ugyanazt a fagyit már ugye ősszel már nem fogják megvenni. Tehát azt a muskátlit, amit nem visznek el mondjuk májusban egy vasárnapon egy kertészeti árudában, azt a muskátlit már senki nem fogja megvenni mondjuk június vagy júliusban. És hát ugye itt egyéb dolgok is vannak, gondoljunk a 2013-as márciusi hóesésre.
hogyha azt mondjuk, hogy 2-3 hónapban összpontosul a szezon egy kertészeti áradában, mondjuk március, április, májusban, jól mutatta a 2013-as havazás, hogy amikor a márciusi hónap egész egyszerűen kiesett, az nem adódott hozzá utána, hanem amikor eljött a május vége, a június eleje, akkor már bejön a meleg, a kánikula, akkor már az emberek kevésbé vásárolnak növényeket. Tehát igazából ez egy teljesen szükségtelen és értelmetlen korlátozás, amivel tulajdonképpen mindenki csak veszít. És én ugye azért írtam az országgyűlési képviselőknek ezt a levelet, mert én azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom lenne itt kertészként itt ülni, hanem én azt vártam volna, hogy lesz legalább egy politikus, aki megnyilatkozik ebben a témában. Tehát tulajdonképpen én most itt kicsit a politikusok helyett vagyok itt, és hát azért szeretném, hogyha valaki majd felszólalnak ebben a témában. És vagy hát szakmai szervezetek helyett? A szakmai szervezetek, miután az MTI megkereste őket, hát mellé álltak ennek a törekvésnek. Itt is igazából tényleg az van, hogy egész egyszerűen a kertészeti árudások többsége nem gondolt abba bele, hogy ez rájuk is vonatkozik. Tehát lényegében a legtöbben most ébredeznek, hogy ez a kereskedelmi tevékenységet korlátozó törvény, ez rájuk is fog vonatkozni. Tehát a legtöbb kertészet egész egyszerűen ezen hírek hatására jött arra rá, hogy őket is be fogják zárni vasárnap. És ha jól olvastam az ön levelét, akkor még az is más a kertészetek esetében, hogy még ha kisebb nyit a kertészet vasárnap, ugyanúgy kell benne dolgozni. Pontosan, tehát a növényeket nem lehet ugye magukra hagyni, öntözni kell, ápolni kell őket, és azért itt van még egy aggasztó kitétel, hogy azt mondják, hogy a kereskedelmi egységen belül nem lehet dolgozni. Most ez nem tudjuk még, hogy arra vonatkozik, hogy effektíven nem lehet eladni, tehát nem lehet kinyitni, nem lehet eladni, vagy pedig, hogy az embereket megtiltják, hogy bemenjenek. Hát ez katasztrófához fog vezetni, mert ezzel tulajdonképpen a törvény arra fogja akkor sarkalni, vagy tehát arra fogja kényszeríteni a vállalkozókat, hogy hát akkor be se lehet menni oda az alkalmazottak, és a növényeket magukra kell hagyni. Na most akkor, amikor egy kertészeti áruda tele van áruval, növényel, leginkább április-májusban, ezeket magára hagyni, ez egészen katasztrofális hatásokat fog eredményezni biztosan. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.